Köszöntök mindenkit, Ferenc Gergő vagyok, mi hazánk mozgalom, Győr-Moszor-Sopron megyei elnöke, kapuvári önkormányzati képviselő, és jövőre ebben a körzetben én fogok indulni a mi hazánk mozgalom az országgyűlési képviselő jelöltjeként. Azért jöttünk ma itt össze Kapuváron, a Honvéd utcába, nem véletlenül, hogy ez a ház van a háttérben, mert egy pedofil véglény múlt héten 11-én lett tartóztatva, be is ismerte, hogy gyermekpornográfia büntetét elkövette. Különböző felvételeket osztott meg olyan portálon, ahol be kell regisztrálni, és láthatta a regisztráció után, hogy valószínűleg teli van gyermekekkel foglalkozó pornóképekkel ez a portál. Tehát nem véletlenül regisztrált be, nem véletlenül nyomott arra a gombra, és miután észlelte ezeket a felvételeket, utána ő is elkezdett különböző kiskorokat tartalmazó felvételeket megosztani. 36 darab felvételről beszélünk, nem egyet osztott meg véletlenül, vagy bratyiból, vagy jópofaságból úgymond, hanem 36 darab felvételt, amik a kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélésekről van szó. Fölvetődött itt olyan dolog, hogy miért jövök én ide Rába Tamásiból, nem itt lakom. Hát én Rába Tamásiból a világ végére is elmegyek, hogyha gyermekek szexuális kihasználásáról van szó, vagy gyermekek bántalmazásáról. A családot, az édesanyját, a szüleit nagyon sajnálom, testvérét, hiszen ők nem tehetnek erről, hogy a fiúkból egy ilyen lény lett, amit még állatnak sem mondanék. Úgyhogy azt kérem is mindenkitől, a környék lakóitól is, hogy ne bántsák a szüleiket, a szüleit, ne bántsák a családot, hiszen ők nem tehetnek róla, hogy a 21 éves fiú ide süllyedt. A Mi Hazánk Mozgalom már régóta követeli a kormánytól, hogy hozzuk nyilvánosságra a pedofilokat tartalmazó képeket, címeiket, telefonszámaikat. A kémiai kasztrálásukat is szem előtt tartjuk, sürgetjük, hiszen egy ilyen lénynek ne lehessen már gyereke. Ne mehessen olyan helyre dolgozni, ahol gyerekekkel kerülhet kapcsolatba, egy óvodába, egy iskolába. A Szent Korona Rádió vasárnap olvastam egy cikket, az Egyesült Államokban az LMBTQ mozgalom már beszeretné menni a P betűt is a mozgalom betűjén és a rövidítéseinek sorába, nyilván a pedofilokra utalva. El szeretnék fogadtatni ezt a förtelmes cselekedetet a néppel, az emberekkel. Erre már Budapesten is tavaly volt példa, az LMBTQ buzi hét alkalmából különböző gyermekeket ábrázoló matricákat kellett felülragasztani itt Budapesten. Még egy érdekes vonatkozása van ennek a dolognak. F. Kevin, ennyit elmondhatok róla, a Soproni Lövészklub tagja, éles lőszereket és fegyvereket foglaltak nála a rendőrök, amiket érdekes módon visszakövetelt a rendőröktől, valamilyen oknál fogva, hogy ő a 18. születésnapjára kapta. Sajnos személyiségű jogai vannak egy ilyen lénynek is, több, mint azoknak a gyerekeknek, amikről ő videófelvételeket készített, vagyis osztott meg. Az autójáról sem tudunk sok mindent elmondani, annyit el tudok mondani, hogy egy fehér Skoda Octaviáról van szó. Szívesen elmondanám a rendszámát is, mert nyilván nem tartott sokáig kiderítenem. Fölhívnám rá a lakosság figyelmét, hogy óvodák, iskolák, játszóterek környékén meglátják azt az autót, akkor egyszerre szólnak a rendőröknek. Valószínű nem azért van ott, mert levegőzni szeretne. Valószínűleg tartom, hogy az interneten lesznek olyan hírportálok, amik nyilvánosságra fogják hozni a személyes adatait is, nagy évbe téve az ő személyiségi jogaira. Most örömmel olvastam ma délelőtt, hogy a Fidesz nagy valószínűséggel a Mi Hazánk országgyűlési képviselőinek a nyomására egy olyan törvényjavaslatot nyújtott be, ahol aminek az lesz a célja, hogy sokkal súlyosabban büntessék az eddigieknél az ilyen pedofil lények, nem tudok rá más mondani, a lények cselekedeteit, és egy nyilvános adatbázis létrehozására tesznek javaslatot, mivel a Fidesz fogja benyújtani, valószínűleg ez el is lesz fogadva a parlamentbe. De ezt a döntést üdvözöljük, és hát ismét úgy, mint a kerítés, ez is a Mi Hazánk politikusainak javaslatára kerül be a magyar törvények közé.